Sziasztok, Overcooler vagyok, és ez itt egy kicsomagolós videó, amiből hát igazából még egy sem volt ezen a csatornán, úgyhogy épp itt az ideje elkezdeni. Ezt a csomagot hát Magyarország legismertebb aukciós oldaláról vettem, gondolom tudjátok mire gondolok, de hát nem is húzom tovább a szót, mondjuk kinézzük mi van benne. Bár a videó címéből már rájöhettetek, nem baj. Ez hogy is kéne? Azt mondja, hogy jól be van ez csomagolva. Hát akkor kezdjük itt az oldalánál talán. Jó kis pillangókésem már. Pillangó bicska, vagy mi a franc ez? Egy kezes csomagbontás, pova. Mégsem leteszem a kamerát. Szépen be van csomagolva. De hát nem véletlenül. Ura élet, ez rendesen be van csomagolva. Na. Itt is megbontjuk. Ezt a cuccot már le lehet jól hántani. Oké, okay, kezdem látni a tartalmát. Ez ilyen cipős dobozszerű tud, szerintem. Aha. Nem, Reebok, biztos valami. Nem tudom milyen márka. Cél mondaná, hogy use the force, look. Ezt itt még el kell vágnom. Így. Nagyon helyes. Na. Ezt itt. Odébb basszuk. Úgy. Na, itt a lényeg. Ezt a dobozt is ki kell valahogy bontsam. Nézzük, ezt itt elvágom. Meg ezt itt oldalt. Oké, na cool. Nem bontom ki. Hátulját már nem kell. Na. Íme. Ezen tárulj. Na, egy rakat újság ez az. Bubble wrap. Ezt nem tépjük róla. Ezt a kurva. Nem véletlenül van ennyire jól becsomagolva. Törékeny. És hát nem is törékeny, de mégis. Vigyázzak kell ezzel a cuccal, hogy ne sérüljön. Na. Egy rakat újság. Itt van egy csomag. Vajon mi lehet benne? Szerintem egy kazetta. Mindjárt megnézzük. Itt van egy ilyen. Ez szerintem egy tápegység lesz. De nem biztos. Lehet, ja nem, ez a kontroller lesz. Ez lesz a videókábel. Itt van a konzol, nagyon szépen be van csomagolva, elismerésem a feladónak. És itt van a
egység. Látható a kábel is. Na hát akkor ne csigázzalak titeket tovább, ez már csak szemét. Odébb lököm. Na. Először is a konzolt ezt majd végére hagyom szerintem. A videókábelt is, most ezek nem fontosak, hanem leginkább a kazettára vagyok kíváncsi, meg erre a csomagra. Na nézzük akkor. Ez itt két kazetta van benne, úgy érzem. Ketté lehet ott választani. Hát akkor ezt kibontjuk valahogy, óvatosan. Nem akarok megsérteni benne semmit. Lehet, hogy itt oldalt kéne elvágni. Nézzük csak. Bizony. Na, nézzük. Mi van a csomagban? Ó, itt így, már látom, itt van egy fekete kazetta. Kivesszük. Hagyj me! Ez már jól van a kettő. Össze van ragasztva. Na. Ez be oda. Na nézzük. A videó több mint felét a csomagolás fogja elvenni, én úgy érzem, kicsomagolás. Sajnos nincs tripodom, úgyhogy mindig le kell tennem így a kamerát. Na, ezt nézzük csak. Ezt itt kibontjuk szépen. Még itt felvágom. Így. Na, itt vannak a játékok. Két darab játékot adtak ugye a géphez. Az egyik az a Duke Nukem 64. Duke Nukem 64, amire már vártam egy ideje. Itt találjak egy jó hirdetést, és végül is begyakorolok így a... Ez hogy a faszomba kerül ide. Begyakorolok a Duke Nukem Forever megjelenés előtt, és itt van a Turok 2 Seeds of Evil. Amilyen szép fekete kazettán jött ki. Nagyon ütős ez az egyetlen fekete kazim. Nem tudom, hogy van egyáltalán több, de biztos van valami sportjáték meg ilyesmi. Na, akkor kazikat később kipróbáljuk. Először is kibontjuk ezt a csomagot, ami nem más, mint a kontroller, hogyha minden igaz. Ezt megint felteszem a kamerát. Még egyszer be van csomagolva, nice. Ezt már szerintem könnyebb lesz kibontani. Igen, ez egy szürke kontroller. Mivel nekem csak sárga van és a zöld az nem működik olyan jól. Az analóg karját azt a hétvégén megtisztítottam, de hát jobb lett, de nem tökéletes. Úgyhogy ez a géphez. Adtak egy kontrollert, ez az. Szép szürke kontrollert. És... Jól mozgatható az analókkal is. Nagyon könnyed. Talán kicsit túl könnyed. Na mindegy, legalább van egy extra kontrollerem. Ami szürke. És akkor... Van itt még ez meg az. Nézzük, mi van még. Ugye már csak a másik gépnek az alkatrészei vannak itt. Egy Nintendo 64, hát akkor ezt kibontjuk. Hú, már több mint 9 percen jár a videó, nem baj. Már nem kell a 15 perces limit. Ezt itt valahogy kibontom. Ez van.
Amazon gyakorlatilag. Hát ezt lehet, hogy inkább be kell róla vágni. Itt is felvágom. Nem semmi, hogy be van csomagolva. Na, még egy ilyen kartonlap is volt alatta. Nagyon gondos a feladó, ismétlem. Úgyhogy máskor is lehetek tőle. Ha arról van szó. Tehát a másik Nintendo 64-em az nem volt ennyire becsomagolva. Tehát ez tényleg nagyon vigyázott rá a feladó. És minden elismerésem. Na, íme. Itt van a kicsike. Gyönyörű szép. Nintendo 64, alig van rajta néhány karcolás, itt látok egy párat. De egyébként remek állapotban van, úgyhogy egy tartalékgép, és csak jumper pack van benne. Itt egy hajszál, sorry. Csak jumper pack van benne, de nem lényeg, mert a másik gépemben pedig van expansion pack, tehát ez egy ilyen tartaléken 64 lesz gyakorlatilag. Láthatjátok a kettőt egyszerre. Na, akkor most pedig, hát szerintem azokat a kábeleket későbbre hagyom, most az N64-et megpróbálom ki, mert már így is hosszú a videó. Szerintem inkább kipróbálom a játékokat, és a biztonság kedvéért, ahogy szoktam, hogyha veszek új kazettás játékot, akkor előtte megtöröm egy kis használok egy kis fültisztító cuccot, egy Q-tipet. Nem lesz egy kézzel, nem lesz egyszerű. Lehet, hogy nem is fogom tudni megcsinálni. Na. Akkor úgy próbálom, hogy lássátok ti is. Így, és akkor megtisztítom egy kicsit. Bármi kosz lenne rajta, de nézem, egész tiszta. Na, akkor próbáljuk ki ezt a játékot. Turok 2 Seeds of Evil. Na. Vegyük ki az eldát. És tegyük be a Turok 2-t. Nézzük. Semmi. Akkor nem csatlakozik rendesen. De nem is érzem, hogy annyira. Na mindegy. Most nézzük. Na, elindult ez az. Ó, nem raktam meg kontrollert. Na mindegy. Error, no controller. Oké, akkor mindjárt bedugok egyet, addig is. Elhelyezem a kamerát. Nincs jumper pack-em, vagy jumper, hülye vagyok. Nincsen tripodom. Úgyhogy most ide le fogom tenni a kamerát ilyen maszek módszerrel. És innen láthatjátok majd a tévét. Igen, Samsung tévén van. Ezen szoktam játszani. Bezumolok itt úgy. Nem jó, kicsit túl. Köszönöm. Maszek módszereket kell nekem használni. Így jó lesz szerintem. Helyes. Na. Akkor az utcsom is bedugom a kontrollert. Ami igazából itt van a szekrényben. Először kiveszem. Látszik, milyen jó fel vagyok készülve. Jó kis sárga kontrollerem. Memory pack-kel. És controller pack-kel. Kapcsoljuk be a kontrollert. És akkor kapcsoljuk be.
Hát a kontrollerpekkel egy büdös mentés nem fogsz találni, de mindig. Netinet, donuts. Hoppá, akkor. Akkor úgy lesz ki, hogy ez nem elemes játék, hanem ez a memory packet használja, vagyis a controller packet használja a mentésre. Nézzük. Adok egy kis hangerőt, amit megtaláltam a távkapcsolót. Hova tettem a távkapcsolót? Ott van. Ennek az intronnak nem valami jó frame rate-je, de nem számít. Rumble Packet nem szoktam használni, nem akarom, hogy szétrázzék nekem a kontrollert. Egyébként érdekes, olvastam erről a játékról, az 576 konzolban, ott azt hiszem 95%-ot kapott a játék annó, és 45 órás játékidőt ígértek, azért az elég durva, tehát 8-szorosa a mai FPS-ek hosszúságának, de majd meglátjuk, hogy mennyire jó játék. Ezt a játékot tartják igazából a legjobb tudatnak. De most én játszani akarok, nem akarom ezt végignézni. De nem engedi. Fuck! Nem jövök, ez nem túl hosszú. Protect the energy totems at all costs. You will also be given additional mission objectives as you venture deeper into each of the worlds that you must explore. Support arrival. Ah, I'm gonna miss the English. Fuck. This once peaceful village has been utterly destroyed. Fuck. Under the Primogen's command. Hát, most kezdek már. In the hills surrounding the city, the battle wages on as travelers are hunted down and useless. Ez nem semmi, tehát szinkron is van benne, amit halljátok, és nagyon szép, tiszta a minőség. És egy 32 megabájtos kazettán jelent meg, tehát 256 megabites vazi. Your mission objectives are as follows. Tehát nem semmi, hogy belesűrítettek ebbe a kazettába. A grafika is nagyon szép. Rescue four children. Activate the warp portal. Csak ez az intro kurva hosszú. Most nem az, hogy rossz, csak most inkább játszani, de nem volt elég rossz. Na, itt a játék. Zsír. Ez egy irányítás, mint egy picit kés, nem ott van egy kicsit furcsa, de... Mégis hozzá lehet szokni. Mi ez a fegyver valami? Ez a karom. Beszakadt egy cseppet. Lehet, hogy leveszem majd a texture resolution-t inkább. Alacsony felbontásra, de majd meglátjuk. Jó, hát... Így van a játék. Gyorsan rakjuk be szerintem a másikat. Nem akarom, hogy túl hosszú legyen ez a videó, mert így is elég hosszú. Szóval... Tudjuk, hogy a 64-es pozitív apa. Ezt is megtisztítom.
Yeah! Ezt már szeretem. Ez is a controller packet használja? Imádom ennek a zenét, ezt az intro zenét. Igazából a játék másik részében nincs zene, csak ez a menü zene. Választható kooperatív végigjátszás, és ezt lehet, hogy majd valami haverommal kipróbálom. Ez úgy csak single player, group match, akkor single player. Let's rock. Tehát a C-bombokkal mozgok, a nalokkal arra célzok. Ó, meg van fordít, ezért nem tudom, tetszik. Ugyan már basszú. Na. Oké. Okay. Furcsa, automatikusan a analog karra mozognék, de rájöttem, hogy E64 játékkal játszok. Igen, ez még hozzá kell szoknom, mert igazából ezek az első FPS-eim E64-en. De furcsa az irányítás egyelőre, de majd hozzászokok. Várok még csomagot. Két játékot várok még. Azok nem tudom, mikor fognak megérkezni, de azokról is lesz majd videó. Basszus. Ó, vagyok. Tehát meg van valami titkos szoba, és itt bemegyek az ablakon. Ez az. Nem el fogok szórakozni a játékkal, hogy ilyen easter egg. Felvettem a gránátokat. Amúgy láttam, és próbáltam a játékot, ott van egy kis probléma vele. Bizonyos ellenfelek így átlátszanak a falon, meg ilyen furcsa dolgok vannak benne. Na hát ennyi lett volna, akkor Duke Nukem 64, oh my god! Nintendo 64, oh my god! Oh, I already have one. Na tehát ennyi volt ez a videó, láthatjátok, hogy Samsung TV-n van, igen. És hát majd jelentkezek a többi csomaggal is, amint megérkeztek. Jézusom, 25 perces a videó. Na szóval... Sziasztok!